Itt vagyunk Csenyétén, ahova januárban a mentősök sem mertek bejönni, mi természetesen bemegyünk. A mentősök hibáztak. Hibáztak? Aha, hát, úgy érzik? Hát igen. Szürreális időutazás. Ittos állapotban. Verekedés, szurgálkódás, lőfegyverrel való visszaél. Megjelenik. Saját testi épsége ugye nagyon nagyon fontos. Szeretnénk kideríteni, hogy mi is történt valójában, ki hogyan élte meg azt az esetet, amelynek nyomán az egész ország felháborodott, miután a napokban nyilvánosságra került, hogy rabosították azokat a mentősöket, akik nem mertek bejönni, azt követően, hogy állításuk szerint halálos fenyegetés érte őket a telefonon. Nézzük meg, hogy mi történt valójában, beszélünk a családdal és a polgármesterrel is. A mentősök beváltak a rendőröket, mert de kötelességük lett volna kijönni. Nem jöttek. Mivel volt nekik csak szóval, hogy jöjjön neki. Csak rendőri jöhettek be a faluba. De mire kijöttek, a faterom meghalt. Hát be se jöttek, hogy mi? Hát azt mondom, hogy a tetőn álltak. Be se jöttek a faluba egyáltalán, hogy megpróbáltak volna segíteni rajta. Uh-huh. És akkor utána, de utána bejöttek a rendőrökkel együtt? Nem, ott álltak a tetőn. Akkor se jöttek. A tetőn állt, de mentős is, meg a rendőrök is. Nem mentetek élete. Ezért nekik bűnhődnie kell. Ülnie kell ezeknek. Ezeknek, hogy nem, meg se próbálták, pedig hát az van a feladatuk. Igen. Hogy próbáljanak rajta segíteni. Igen, embert igen. Mentenek, életet tőleg mentenek. A lányom. Uh-huh. De meg se próbálták. Meg se próbálták. Semmit nem próbáltak meg. A polgármesterük belefektetett szépen az ők család kocsijába, és úgy vitte ki a mentősökhöz. Polgármester vitte föl? Igen. Saját autójába rakta bele, és úgy vitte ki a tetőre. Saját kocsijába ő rakta bele a férjemet. Igen. Mikor váltottak itt mentőst? Mikor rúgták fejbe? Mikor szúrták meg? Mikor történt ott a mentőautó? Akkor mi alapján volt ez? Hát azt mondják a mentősök, hogy fenyegetés volt a telefonban. Nem tudom, én ilyenről nem nincs róla tudomásom. Én nem mondom azt, hogy így lehet egy olyan pitli település itt, hogy a nép, hogyha baj van, összetalál. Uh-huh. Lehetett, hogy volt olyan a háttérben, hogy hol vannak már ezek a mentők, titkozódás, de nem az, aki kérte a segítséget. Én most is azt mondom, ugye, hanem lehetett a távolabbi hozzátartozók, szomszédok, vagy bárki, hogy na, mert látták, hogy baj van. Nem olyan buták az itt lévő emberek, hogy aki kérje segítséget, hogy ott fenyegetődjön. Mert hogyha kijönnek, most már meghalnak, vagy bármi is egyébként. Ja. Fogták, becsukták ott az a mentőautó ajtóját, vizsgálták. Önök is feljöttek akkor vele? Kiszóltak a mentőből, hogy meghal. A polgármester csak ő hozta, csak az a férjét hozta fel, vagy ön is jött vele, vagy ott nem jött senki, nem. Csak a polgármester? A családból igen voltak. A családból voltak. A győzőnek, már a férjemnek a testvérei. Hát ez az, hogy elindultak, csak nem értek be az uramhoz. Igenis, hogy elindultak, igenis, hogy ott álltak fel a tető, mert nem mertek begyűnni. Főleg, ha senki nem bántotta őket. Mit tudnak arról a feljelentésről, amit tett? Hogy azzal kapott valami visszajelzést, vagy mi lesz? Na, igen, kaptam visszajelzést, az, hogy a mentősök hibázták. És le is voltak tartóztatva. Igen. A mentősök. Igen. Már rabosították őket. Rabosítva voltak, igen. Eljöttünk Miskolcra, arra a mentőállomásra, ahol az a két mentős is dolgozik, akik Csenyétére érkeztek ki, és akik ellen most eljárást indított a rendőrség, sőt, rabosították is őket. Szerettünk volna beszélni velük, illetve szerettük volna megtudni azt, hogy a mentőállomás életét hogyan befolyásolja ez az eljárás, de sajnos a budapesti kommunikációs osztályhoz irányítottak minket. Annyit azért sikerült megtudnunk, hogy természetesen köztük is téma ez az eset. Minden nap beszélnek róla a dolgozók, a mentősök és az egyéb dolgozók is. Biztosítottuk őket a szolidaritásunkról, és említettük nekik is, hogy online aláírásgyűjtésbe kezdtünk azért, hogy a bajtársaikat támogassuk. De egyébként ki szokott ide jönni a mentő? Igen. Azt is elmerem mondani, hogy ez a tragédia, hogy megtörtént, szembe lévő házban volt terhes anyuka, uh-huh.
rá egy óra múlva kellett, hogy jöjjön hozzá a mentő, bejött a mentő, elvitte. Nem akarik, hogy lesz több ilyen lehetőség legyen a faluba, akkor igen. És máskor is volt már ilyen a faluba? Itt azt mondták az előbb, hogy volt. Nem. Igen, egy gyerekről ez volt apukám a harmadik, hogy nem próbálta. Nem, késő érkezett a mentőautó ki. Igen. Akkor az előző esetekben kijött, csak nem ért ide időben? Vagy igen. Akkor is megálltak fönn? Nem, kijött, de hiszen késő érkeztek. Késő értek. Idadida meghalt igen. A gyerek. Mindez Csenyéte, ahol tiszta udvar és rendes ház talán nincs is. Kibelezett autókban 6-8 gyerekkel ülnek emberek. Tele van kóborkutyával az utca. Óriási a szegénység, rengeteg a gyerek. És teljesen saját maguknak és egymásnak is ellentmondó információkat mondanak. Utcánk hószálló, kóborló gyerekek mindenhol. 3-4-5 évesek az út mentén közvetlenül. Most itt éppen átmennek előttünk az úton, úgyhogy hátrasan néznek. Szürreális időutazás. Nem tudja az ember, hogy a múltba vagy a jövőbe.